Benyomtattam önök számára a legfrissebb tájékoztatót a csokk feltételeiről, át is adom a parancsolatot. Nagyon szépen köszönöm. Első közös otthonukat szeretné megvenni a csokk segítségével ez a fiatal pár. Emiatt keresték fel az egyik legnagyobb nyíregyházi ingatlan irodát. A pár jelenleg a szülőknél lakik, ott nevelik 7 hónapos kisfiúkat. Egy parasztházat néztek ki, felújítanák és bővítenék is. Ehhez igényelnék meg az állami támogatást. Szeretnék igénybe venni a csokkot, szeretnék még bevállalni még egy gyereket, és úgy néz ki, hogy sikerül is igénybe venni majd. 10%-kal nőtt az ingatlan eladások száma februárban Nyíregyházán, erről számoltak bennek az irodának a munkatársai. A piacot egyelőre azonban nem a csokk mozgatja, ugyanis sem tavaly, sem az elmúlt években nem építettek társas és családi házakat a vállalkozók Nyíregyházán. Nincs kínálat, mert alig volt kereslet. A piacot tavaly a különböző hitelek forintosítása mozgatta meg, sokan ugyanis a visszakapott pénzeket befektették. Kisebb értékű 6-7 milliós nyíregyházi lakásokat vásároltak belőle, ez áll a növekedés hátterében. A szakemberek azt mondják, a csok a következő hónapokban mozgatja majd a piacot. Egyre több ugyanis az érdeklődő, többnyire új építésű családi házak felől kérdezősködnek 25-30 millió forint értékben. Mindenféleképpen nagyobb és szebb, igényesebb otthont keresnek. 3 gyerekkel, igazából 3, de leginkább 4 szobás ingatlan az, amivel megkeresnek minket. És elsősorban családi ház lakásokat, a csokk keretében kevesebbet, a családi házat többet keresnek nálunk. A csokk nem csak a családok fantáziáját mozgatja meg. Egyre több építési vállalkozó keres társasházépítésre alkalmas, jó helyen lévő belvárosi telket. A sem ritka, hogy kedvelt kertvárosi részeken, Borbányán, Orson, Sóston keresnek iker vagy családi házépítésére alkalmas ingatlanokat. A kereskedők úgy számolnak, hogy az igazi dömping nyár végére várható.